Bár hazánkat nem sújtották a közelmúlt nagy árvizei, nálunk is bármikor előfordulhat hasonló természeti csapás. Éppen ezért van szükség az árvízvédelmi rendszer szervezet a gépek és az eszközök további fejlesztésére, hangsúlyozta a Feti Vizig vezetője 35 perc című műsorunkban, hozzátéve a jelenlegi előrejelző rendszer jól működik. Alkalmas, hogy időben riasztást tudjunk adni, időben el tudjuk rendelni az árvízvédelmi készültséget, a védelmi szervezet tagjai a megfelelő berendezésekkel a helyszínre tudjanak érkezni, és egy nagy árvíznek a kivédésére is alkalmasak vagyunk, hiszen már két árvízi tározó van az igazgatóság területén, a Szamoskasznak és a Beregi, bevethető állapotban vannak, működőképesek, de a Felső Tisza-vidékét segíti a cigándi tározó, az üzembe helyezése is, hiszen a felső szabolcsi védvonalakon ez a tározó segít majd bennünket, és hát a említett Tiszatúr tározó, ami gőzerővel épül, szintén nagy segítséget fog adni. Magyarországon a bereget is elöntő 2001-es árvíz után történt egy paradigmaváltás a védekezés terén. Ez követően lett még fontosabb cél a töltések emelése, a monitoring és az árvízi tározórendszer fejlesztése. Mindezekben külföldi partnerekkel is együttműködik az igazgatóság. Tavaly egyébként két töltésfejlesztési projekt fejeződött be a térségben, jelenleg pedig a Tiszatúr tározó építése zajlik, melynek munkálatai már a fél idejüknél járnak. A belvízvédelem terén pedig a nagykáló harangodi tározó rekonstrukciója van folyamatban amely hozzájárul majd a lehullott csapadék helyszínen történő hasznosulásához. Ez segítheti a súlyos vízhiány leküzdését, amelyre leginkább a nyírségben van nagy szükség. A Feti Vizig első embere arról is beszámolt, hogy hamarosan elindulnak a következő Európai Uniós költségvetési ciklus programjai. A belvíz védekezés területén például egy több mint 4 milliárd forintos program indul, 200 kilométer hosszú csatorna rendszernek a megújítására kerül sor, 70 műtárnak az átépítésére, és 25 új vízvisszatartó, vízkormányzó vízvissza, víz kormányzó műtárnak a kialakítására fog sor kerülni. Ezek a munkálatok rövid időn belül elkezdődnek itt a mi térségünkben, és hát egy nagyon nagy feladat lesz a nyírség vízpótlásának a megoldása. Ennek a tervezési munkálatai elkezdődtek. A további feladatok között említette a vezető a töltések további kiépítését a Tisza Gulács feletti szakaszán egészen az ország határig. A Tisza túrtározónál szivattyú telepet építenek naperőművel, amelyel igény szerint tudnak majd vizet pótolni a rendszerbe.